Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Javul a közbiztonság, a szekszárdi és a tolnai járásban is egyre jobbak a mutatók. Idén jó barack termésre készülhetünk, nem tett kárt a gyümölcsökben a fagy. Több százmilliós projektek Bátaszéken, a nyáron eldől, fejleszthet-e a város. Automosó Hölgyészen hiánypótló szolgáltatás jött létre a régióban. Tízből tíz közterületen elkövetett bűncselekményt sikerült megoldaniuk a rendőröknek tavaly a szekszárdi és a tolnai járásban. A területen folyamatosan már 10 éve javulnak a bűnügyi mutatók. A szekszárdi rendőrkapitányság beszámolója a Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésén volt téma. Több mint 10 éve folyamatosan javulnak a bűnügyi mutatók a szekszárdi rendőrkapitányság illetékességi területén, vagyis a szekszárdi és a tolnai járásban. Erről számolt be Marcsek Sándor kapitányságvezető a Közgyűlés Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának. Ezen az ábrán jól látszik, hogy 2010-hez képest közel harmadára esett vissza az elkövetett bűncselekmények száma. A felderítési mutató pedig ezzel párhuzamosan majdnem a duplájára, 49-ről 84%-ra nőtt. Vagyis tavaly jellemzően 10-ből 9 ügyet sikerült megoldaniuk a rendőröknek. Az elmúlt évben nem történt olyan jogsértés szekszárdon, ami az itt élő emberekben nagyobb félelmet vagy riadalmat keltett volna. Pedig a 2021-es esztendő nem volt könnyű a rendőrök számára a szekszárdi és a tolnai járásban. A koronavírus szabályok betartását ugyanis nekik kellett ellenőrizniük, és az embercsempészek is előszeretettel próbálkoztak az országnak ezen a részén. Mindezek ellenére a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, vagyis az olyanok, amiket a helyiek negatívumként érzékelhettek volna, például 10%-kal csökkent 2020-hoz képest, alig átlépve az évi 200 esetet. 2010 óta tartó tendencia az nem tört meg, tehát a elkövetések száma is folyamatosan csökken, és ezzel párhuzamosan, ami a másik jó hír, a felderítésnek az aránya is egyre jobb. Tehát egyre hatékonyabb a rendőrségnek a munkája, ebből én ezt a tapasztalatot tudom leszűrni. A szekszárdi rendőrkapitányság beszámolóját a bizottság tagjai egyhangulag fogadták el. Az előterjesztést várhatóan jövő héten így tárgyalhatja a közgyűlés. A kormány folytatja az egyensúlyi mutatók javítását. A költségvetés hiánya 4,9%-ra csökkenhet az idei év végére, az államadóság rátája pedig 76,1%-ra mérséklődhet, mondta Varga Mihály, pénzügyminiszter jelölt az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága előtti meghallgatásán csütörtökön. Kiemelte, az infláció és az energiaárak emelkedése, továbbá a háború miatti szankciók hatására jelentősen megváltozott a gazdasági környezet a költségvetés tervezéséhez képest, így a hiánycél tartása érdekében módosítások szükségesek. A kormány 3 fő célja, hogy megőrizze a stabilitást, biztonságos növekedési pályán tartsa a gazdaságot, és megvédje az eddigi eredményeket, így például a családtámogatásokat. Az elmúlt évek barack hiánya után idén végre bőséges termésre számíthatnak a termelők. A kora tavaszi fagyok nem okoztak jelentős károkat a virágzásban, így mostanra már gyümölcsöktől roskadoznak a fák ágai. Az elmúlt 2 évben közel 80%-kal csökkent az itthoni terméshozam, most viszont lesz elegendő kajszi és őszi barack is a hazai piacon. 3 újnyi távolságot kell hagyni a gyümölcsök közt ahhoz, hogy legyen helyük nőni. Ennek a barack ültetvénynek a tulajdonosa épp azt magyarázza, hogy itt az idő, hogy megritkítsák az ágakon növekvő terméseket, hogy azok nagyobbra és szebbre nőjenek. Az elmúlt 2 évben a késő tavaszi fagyok jelentős kárt tettek a tavasszal elsőként virágzó gyümölcsfákban, a kajszi és az őszi barack terméshozama 2020-ban és 2021-ben is 80%-kal csökkent. Idén viszont jó hír, hogy bőségesen lesz termés ezekből a gyümölcsökből. Az időjárásnak köszönhetően túléltük ezt a kissé hidegebb körülményeket. Az idei év volt az első, hogy kijöttünk éjszaka füstölni. Ez így március 15-e környékén volt, akkor apuval kint töltöttünk 3 éjszakát, és akkor nagyon szorgosan füstöltünk, hogy próbáltuk a fagytól ugye megvédeni a termést. Szép volt, nagyon szép virágzásunk volt,
kedvező volt tényleg az időjárás hozzá, úgyhogy azt gondolom, hogy az idei évben is azért elég szép termésre számíthatunk. A tavasszal elsőként virágzó gyümölcsfák legnagyobb ellensége a fagy, de a csapadék hiánya is óriási problémát jelent évről évre a termelők számára. A csapadéknak a mennyisége az évről évre kevesebb. Ugye a tavalyi évhez képest az idén 80 mm-rel kevesebb csapadékot kaptunk, ami azt jelenti, így számszerűsítve, hogy ilyen 90 és 100 mm közt volt ebben az évben csapadék, ami viszont elég kevés. Az, hogy mennyi termés lesz a fákon, egy több lépcsős termékbecslési folyamat eredménye. Egy biztos, ebben a szezonban lesz annyi barack, amit bőségesen tudunk frissen fogyasztani, vagy akár térre elrakni. 2022-ben rekordbevételre lehet számítani a magyar szállodákban, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az előfoglalási adatok és a tendenciák alapján a turisztikai ágazat idén megközelíti a 2019-es év teljesítményét. A szálláshelyek teltházzal üzemeltek a húsvéti hosszú hétvégén, és pünköstkor is így fognak. Az idén rekordárbevétel, minden eddigit meghaladó vendégszám várható a hazai szállodákban. Az összesített turisztikai forgalom az év végéig meghaladhatja a 37 millió vendégészakát, ami 25%-kal több, mint 2021-ben, és mintegy 10%-kal marad el a 2019-es rekordév eredményeitől. Több százmillió forintos fejlesztésekre ad be pályázatokat Bátaszék önkormányzata. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül a város konyháját, az idősek ellátásának épületét és több utcát is korszerűsítenének. A pályázat eredménye várhatóan még nyáron megérkezik. Rendkívüli testületi ülést tartottak Bátaszéken. A napi rendeket a toppos fejlesztések véglegesítése adta, melyet a jelenlévő öt képviselő meg is szavazott. Döntöttünk arról, hogy az általános iskola épületében működő konyha felújítására benyújtjuk a pályázatot. A pályázat keretében mintegy 272 millió forint összegű pályázati csomagot állítottunk össze. Ennek durván 80%-át költjük majd ténylegesen építési feladatokra. A villamoshálózat és a gépészet is megújul a konyhában, de belső szerkezeti változás is lesz az épületben. Ezen kívül útfelújítási pályázatok benyújtásáról is döntöttek. Erre a célra a következő hónapban mintegy 300 millió forintos támogatásra adja be a tendereit a város. Az idősek nappali ellátásának épületére is benyújtjuk a pályázatot. Itt a pályázatból elnyerhető összeg az 400 millió forint. Itt mintegy 260 millió forint összeget fogunk első ütemben reményeink szerint erre az épületre költeni, hiszen a bekerülési költsége az sokkal magasabb, mint amit egy pályázati ütemben el lehet nyerni. A pályázatokat június 1-én lehet leadni, majd az ezt követő 2-3 hónapon belül kiderül, kap-e Bátaszékváros a támogatást ezekre a fejlesztésekre. Állampolgári bejelentés érkezett május 20-án a rendőrségre, hogy a bátaszéki vasútállomáson álló egyik tehervonaton két feltehetően illegális migráns tartózkodik. A bátaszéki rendőrőrs járőrei az állomásra mentek, ahol a Bács-Kiskun megyéből érkezett szerelvényen megtalálták a bejelentett két férfit, akik palesztin állampolgárnak mondták magukat. Személyazonosságukat, illetve magyarországi tartózkodásukat nem tudták igazolni, ezért elszámoltatásukat követően a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Több mint 58 millió forint állami támogatásból jött létre Hőgyészen az az autómosó, ami a térség egyik hiányosságát pótolja. Itt nem csak személy és kis teherautókat lehet letakarítani, de egy traktor is befér a mosóba, ami a nap 24 órájában nyitva áll a sofőrök előtt. Az ökkenőmentes használatot pedig egy pénzváltó automata biztosítja. A Hőgyészen megnyílt automosó egy ginopos pályázati forrásból készülhetett el, amelyre 58,3 millió forint visszanemtérítendő 100%-os finanszírozású támogatást nyert a tamási vállalkozó, aki fél évvel ezelőtt tudta elkezdeni a kivitelezési munkákat. Mint mondja, a berendezést Németországból szerezték be. Minőségre tényleg egy profi minőség. Az aktív hab az tényleg a bogaraktól kezdve a különböző felületi sarat, különböző dolgokat old, és így gyerekjáték utána már a mosás.
A pályázati forrás, amiből megvalósulhatott a hűgyészi autómosó, a hazai mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítását hivatott szolgálni. Az ünnepélyes átadón Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, a megye életében is fontosak azok a beruházások, melyek a településeken élőket szolgálják. A megye fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy helyben tudjuk tartani az embereket. Tehát minden olyan szolgáltatás, amivel úgy érzik, hogy ők ki vannak szolgálva helyben, és helyben is elérik, nem muszáj elmenni egy városba, vagy egy másik településre, az a megtartó erőnek a hozadéka, és hát ilyen szempontból is vonzóvá tudjuk tenni a településeket. A délután lehetőséget biztosított a berendezés kipróbálására, amely ezután a nap 24 órájában működik, és az ökkenőmentes használat érdekében pénzváltóval látták el. Egyre biztosabbnak látszik, hogy idén megdől a használt autók 2021-ben beállított 817 ezres adásvételi csúcsa. Vonták le a következtetést a szakértők az első 4 hónap forgalmi adataiból. Áprilisban 69.113 használt személygépkocsit cserélt gazdát, 7,2%-kal több az egy évvel korábbinál. Az első 4 hónapban 10%-kal több, 288.000 használt autó kelt el. A használt autópiaci forgalom annak ellenére volt ilyen erős, hogy számos vállalati flotta lecserélése elmaradt, amitől jelentősen szűkült a kínálat, és egyes használt autó kategóriákban nem ritka a 20-30%-os áremelkedés sem. Az adásvételek száma a következő hónapokban is a havi 70 ezres szint közelében mozog majd, vélik a szakemberek. Az adásvételek számát növeli az a várakozás, hogy az árak a jövőben még tovább emelkedhetnek. Így módon sokan előre hozzák a vásárlásukat. A saját házában, a saját mankójával vertek meg egy asszonyt Decsen. A támadó egyszerűen berontott az ingatlanba, és ütni-vágni kezdte azokat, akik ott voltak. A férfit most börtönbe küldte a bíró. Ebben a Decsi utcában történt a brutális támadás. Az elkövető egyszerűen besétált az egyik ház nyitott ajtaján, és mindenféle előzetes jel nélkül rátámadta két fiatalra, akiket az épületben talált. A dulakodás zajára jelent meg a helyiségben egyikőjük édesanyja, aki mankóval közlekedett, mert a lába el volt törve. A támadó elvette az asszonytól a járóbotot, majd a földre lökte, és az eszközzel kezdte el ütni-vágni. A sértett a karján szerzett zúzódásos sebeket. A minden indok nélkül támadó férfit most ítélte el a bíróság. A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat súlyos testi sértés büntettében, ezért 1 év 3 hónap végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte. A támadónak nem most gyűlt meg a hatóságokkal először a baja, korábban kábítószer és fegyverbirtoklás miatt is felelnie kellett. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott többször volt már büntetve, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unión belül Németországban is elítélték már, mindkét esetben kábítószerrel elkövetett bűncselekmény miatt kábítószer fogyasztó, illetve kábítószer eladó is volt. Az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert az idős asszonyt a saját mankójával megverő férfi ellen az ügyészség súlyosabb büntetést kért. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Romló színvonal, finanszírozási problémák, a pécsi buszközlekedés a közgyűlés előtt. Nemzetiségek, kultúra, turizmus, horvát-magyar kerekasztal beszélgetést rendeztek Pécsen. Világelsők vagyunk az alkoholbetegek számában, színházi eszközökkel hívták fel a figyelmet a problémára Pécsen. Mi lesz a pécsi éjszakai járatokkal, emelkednek-e a viteldíjak a helyi buszközlekedésben? Ezek a kérdések is előkerültek a város képviselőtestületi ülésén. A közösségi közlekedés színvonala egyre alacsonyabb. Kimaradt járatok, elégedetlen utasok és sofőrök, ezeket a problémákat kellene megoldania a jobb oldal szerint. A baloldali városvezetés jelenleg vizsgálja a működését, ezután dönthet az esetleges változásokról, derült ki a közgyűlésen. Mi lesz a pécsi éjszakai buszjáratokkal, tényleg megszünteti ezeket az önkormányzat? Buszbérlet és buszjegy áremelésről hallani a városban, tervezi ilyet a városvezetés? Ezek a kérdések is felmerültek a keddi képviselőtestületi ülésen. Pécs polgármestere válaszában azt mondta, az éjszakai járatok kihasználatlanok, ami sokba kerül. Nem tudunk megengedni magunknak tök üres járatokat, amiket adott esetben éjszaka
indítunk. A válaszom, nem tervezzük, de vizsgáltatjuk. A menetjegy bérletár emelésre vonatkozóan szintén vizsgáltatjuk a finanszírozási problémák megoldási lehetőségeit. Sokféle vizsgálatot végeztetünk a Tükebusznál, mert azt hiszem 4,7 milliárd, ha jól emlékszem, az a 4 milliárd forint az a finanszírozási probléma, amit meg kell oldanunk 2022-ben. Alul finanszírozott, és ezért folyamatosan romlik a pécsi közösségi közlekedés helyzete, mondja az ÖPK-DNP frakció vezetője. Az elmúlt két évben a tömegközlekedés folyamatosan épül le. Egyre rosszabb elérhetősége van, gyakorisága a buszoknak, és hát panaszkodtak ugye a buszvezetők is, akik közül nagyon sokan a lábukkal is panaszkodtak, hiszen elmentek már, mert lényegesen kevesebb fizetést kapnak, mint hasonló más cégeknél. Mindez úgy, hogy közben az igazgató fizetését folyamatosan emelik, meg a prémiumát is, amit nem tartunk indokoltnak. Az üzemanyag drágulása sem lehet kifogás, a városvezetés erre tudna megoldást, ha akarna, mondja a képviselő. Az önkormányzat ilyenkor beavatkozhat, forrásokat adhat át. Úgy gondoljuk, hogy az innovációs biztos, a tanácsnokok, a különböző tanácsadók milliós havi kifizetéseit nyugodtan el lehetne most már törölni, semmit nem csinálnak, ezt is megtudtuk a közgyűlésen, és akkor az ebből megmaradó összeget, ez 100 milliós nagyságrend, ezt nyugodtan adják át a Tükebusznak, és akkor talán orvosolni lehet ezeket a többletkiadásokat. Kőveri János azt mondja, 2019 előtt 3,5 milliárdot adtak a Tükebusz működésére. A baloldali városvezetés alatt ez 2,5 milliárd forint lett, vagyis 1 milliárddal kevesebb. Ez látszik meg most a helyi buszközlekedés színvonalán. Nemzetiségek, kultúra, turizmus, ezek voltak a központi témák a Pécsi Horvát Klubban. A Pécsi Horvát Önkormányzat ugyanis kerekasztal beszélgetést rendezett a Baranyai megyeszékhelyen. Az esemény célja a két nemzet közötti kapcsolatteremtés erősítése. Nemzeti kisebbségek, hidak a közösségek között. Ezzel a címmel zajlik már másfél éve egy Európai Uniós program Magyarországon és Horvátországban. A projekt keretein belül most egy kerekasztal beszélgetést szerveztek Pécsre, ahol az együttműködő partnerek találkozhattak egymással. A középpontban a nemzetiségek, a kultúra és a turizmus állt. Megpróbáljuk megnézni, hogy a határ két oldalán élő nemzetiségek, tehát a magyarországi horvátok, illetve a horvátországi magyarok, milyen módon tudnak bekapcsolódni a turisztikai programokba, hogyan lehet a már meglévő programokat kicsit jobban népszerűsíteni. Ezáltal az elérhetőséget is szeretnék növelni mind a magyarországi, mind a horvátországi érdeklődők számára. Egy fontos kérdés, illetve probléma is felmerült a projekt során, ez a kommunikáció. Blazsetin István elnök példaként említette, hogy a magyarországi horvátok érthető módon nem angol nyelven szeretnék követni a programokat, hanem saját anyanyelvükön. Erre is keresnek megoldást. Ebben lehet talán a nemzetiségeknek szerepe, mivel kétnyelvű emberekről beszélünk, hogy a közvetítésben segítsenek, illetve a saját rendezvényeiket megpróbálják magasabb rangra emelni, és oda bevonni hát külföldről érkező érdeklődőket is. A projekt egyébként június 30-áig tart, a zárókonferenciát június 14-én rendezik meg Pécsen. A legfontosabb események már lezajlottak, tette hozzá Blazsetin István. A pécsi horvát önkormányzat olyan rendezvényekkel vett részt az együttműködésben, melyeknek hagyománya van és sok érdeklődőt vonzanak. Világelsők vagyunk az alkoholizmus terén a WHO felmérése szerint. A néhány hete napvilágot látott számok alapján az összlakosság 21,2%-a küzd ezzel a függőséggel. Éppen ezért lehetnek fontosak az olyan előadások, amik erről a problémakörről beszélnek. A Pécsi harmadik színházban mutatták be azt a darabot a héten, ami nyíltan beszél erről a betegségről. Az előadás után pedig szakember bevonásával tudhattak meg többet a függőségről a nézők. Egy részlet a Pécsi Tandem Színház előadásából, amit kedden mutattak be a harmadik színházban. A társadalmi problémák, tabu témák bemutatását felvállaló független társulat az alkoholizmust járja körül ebben az előadásban. A darab végén pedig szakember bevonásával beszélgetnek a közönséggel az adott problémáról. Két hónapja jelent meg egy WHO kutatás, amiben Magyarország a teljes felnőtt lakosságra vetítve világelső a
kockázatos alkoholfogyasztók, illetve alkoholisták számában. A 15 évnél idősebb férfi lakosság több mint 37%-a magas kockázatú ivó, vagy alkoholista. Tehát belegondolunk, hogy szinte minden második férfi. Ez valami egészen elképesztő, ha belegondolunk, hogy ez mennyi problémát okoz, milyen következményekkel bír, elképesztő. Mondja a szakember, aki szerint ezért lehetnek fontosak például az ilyen színházi előadások. A függőséggel küzdők még maguk előtt is nehezen ismerik be betegségüket, pedig ez az első lépés a megoldás felé. A szakember azt mondja, a gyógyulásban is segíthet később a színházi közeg. Az Indít közalapítványban is közel 10 évvel ezelőtt képeztünk színházterapeutákat. Az ilyesmiről szól, feldolgozunk egy szöveget, eljátsszuk az embernek, ki kell lépni a fényre, meg kell mutatni magát, beszélni kell az érzéseiről. Igen, tehát azt gondolom, hogy amikor nehéz beszélni, amikor így nem találjuk a szavakat, akkor egy kicsit rávezetésként lehet találni olyan, nevezzük művészetterápiás módszereknek, amik segítenek az embert megnyitni. Szemelyec doktor szerint jelenleg komoly népegészségügyi probléma a függőség, így az alkoholizmus is, ami megjelenik a hazai családok mindennapjaiban. Ezért kellene kidolgozni Magyarországon alkohol, illetve drogstratégiát. Ezekkel lehetne egy olyan összehangolt cselekvési tervet alkotni, amivel sikeresen vehetnék fel a harcot a különböző függőségekkel a szakemberek. Végül nézzük Főpolna megyei híreinket még egyszer röviden. Javul a közbiztonság, a szekszárdi és a tolnai járásban is egyre jobbak a mutatók. Idén jó barack termésre készülhetünk, nem tett kárt a gyümölcsökben a fagy. Több 100 milliós projektek Bátaszéken, a nyáron eldől, fejleszthet-e a város. Automosó Hölgyészen hiánypótló szolgáltatás jött létre a régióban. Szombaton egy felettünk elgyengülő hidegfront alakítja az időjárást, változó felhőzet melletti időszakosabb napsütés várható. Délután támad fel, majd erősödik meg az északnyugati szél. Éjjel országszerte legyengül a légmozgás. Vasárnap alapvetően napos, kissé még szeles időre lehet készülni, hétfőn változóan napos, olykor mérsékelten felhős, kellemes hőmérsékletű idő várható. Éjjel országszerte felhősödésre kell számítani. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!